Köszöntöm Önöket, az érdi panorámát látják. Megtartotta szokásos szerdai sajtótájékoztatóját Témészáros András polgármester a Polgárok Háza dísztermében. A tájékoztatón szó volt a rezsicsökkentésről, a rendőrség támogatásáról és női kézilabda csapatunk Buxtehudében elszenvedett vereségéről is. A harmadik rezsicsökkentésről az elmúlt időszakban döntött a parlament, így ennek kapcsán Témészáros András polgármester a rezsicsökkentés megvédésének fontosságáról beszélt a sajtótájékoztatón. A fizetésekhez képest, az átlag fizetésekhez képest ugyanakkor a terhet jelentsen a Magyarországon élőknek is a rezsi kifizetése, mint az Európai Unióban jóval magasabb fizetésekkel rendelkező, átlag fizetésekkel rendelkezők számára az ottani rezsi áraknak a kifizetése jelent vagy jelenthet. A gáz ára április 1-jével 6,5%-kal, az elektromos ára még szeptembertől 5,7%-kal, a távfő, tehát a fűtés ára pedig októbertől, a fűtési szezontól 3,3%-kal fog majd csökkenni. Úgy gondoljuk, hogy ezek olyan fontos és mindenki számára érezhető eredmények, amikért érdemes küzdeni, érdemes megtartani a már egyébként elért eredményeket. A közbiztonság javulásáról is beszélt a polgármester. Témészáros András hangsúlyozta, hogy 20%-kal csökkent a bűncselekmények száma Érden és a környéken. Elmondta továbbá, hogy a jövőben is minden támogatást megad az önkormányzat a rendőrségnek a közbiztonság javítása érdekében. Az érdi önkormányzat is döntött abban, hogy a tavalyihoz képest a támogatása, a rendőrség támogatása nem fog csökkenni, sőt, bizonyos tekintetben még növelni is tudjuk ezt a támogatást, hiszen azt a fajta problémát, amit a gépjárművek hiánya jelentett a rendőrségnek, ez a három önkormányzat, tehát a tárnoki, Szászhalombatta, illetve érdi önkormányzat az idei esztendőben orvosolni tudja, azt a fajta hiányt, amit a gépkocsik hiánya jelentett az elmúlt években, ezt mind a három önkormányzat egy-egy 4 kerék meghajtású gépjárművel próbálja megpótolni, és ezt a hiányt megszüntetni. Magam részéről ugye elindít egy folyamat, annak is nagyon örülök, hogy ez a folyamat egészen a belügyminiszter úrig eljutott, Pintér Sándor úrig, és ismeretünk van arról, hogy a belügyminisztérium, az országos rendőrfőkapitányság, illetve a Pest-megyei főkapitányság nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy az érdi rendőrkapitányságnak az elhelyezése végre emberhez méltó, rendőrhöz méltó körülmények között lehessen. A főépítész úr, illetve a belügyminisztérium építészi műszaki gárdája folyamatosan ezen dolgozik. Nagyon reméljük, hogy rövidesen be fogjuk tudni jelenteni, hogy milyen eredményekre jutottak, és mikor tud megvalósulni Érden is az a fajta rendőrség és rendőrségi kapitányság, ami valóban lehetővé teszi a még hatékonyabb munkát, és a közbiztonság még jobb biztosítását és megszervezését. A sajtótájékoztatón részt vett Tekauer Norbert, a kézilabda szakosztály vezetője is, aki a női csapat Buxtehudében elszenvedett vereségének okairól beszélt. Én úgy gondolom, hogy felkészültem, érkeztünk a német mérkőzésre. Azok a sok apró kis nüansznyi dolog, ami meg tud zavarni egy csapatot, és olyan szituációkat tud eredményezni, amikkel még nem találkozott. Ez viszont sajnos bekövetkezett nálunk, és sok apró kis nüansz aztán összeadódott. Hozzáteszem, hogy sajnos viszont egy-két játékosunknak a teljesítménye is elmaradt attól, mint amit elvártunk tőlük. Bementem a taktikai megbeszélésére a csapatnak a mérkőzés előtt, ahol az volt az elsődleges irányelv, hogy lehetőleg a mérkőzés elején, amikor igen feltűzelt és jókarba lévő német társaság meg akar húzni valószínűleg egy sok vagy nagyobb előnyre szeretne szert tenni, ezt próbáljuk megakadályozni, ez sajnos nem sikerült az elején. És utána úgy nagyjából a mérkőzés felére, tehát a fél időről rendeződött a helyzet, mert mindösszesen 3 gól különbséggel mentünk szünetre, de sajnos az következő fél időnek az eleje az ugyanígy indult, és ott egy még nagyobb roham volt, és azzal nem tudtak egyszerűen mit kezdeni az embereink, és azt láttam, hogy az a görcsös akarás lett túl rá rajtuk, amivel igazából nem tudtak előrébb lépni. Akartak, nagyon akartak, de
de egyszerűen semmi nem sikerül, ahogy ez ilyenkor lenni szokott a sportban. Tekauer Norbert elmondta, a csapattal szembeni elvárás továbbra is a harmadik hely megszerzése a hazai bajnokságban. Ülésezett az érdligeti Kutyavári település részi önkormányzat, a meghívott vendég dr. Aracki András országgyűlési képviselő volt. Járási közbiztonsági egyeztető fórum megtartották az idei év első ülését. Új feladatok éves közgyűlését tartotta az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület. Heti hír összefoglalón következik. Az érdigeti Kutyavári település részi önkormányzat ülésén 4 napi rendi pontot tárgyaltak a résztvevők. A szokásoknak megfelelően elsőként meghallgatták a terület körzeti megbízottjának beszámolóját, aki elmondta, hogy javult a közbiztonsági helyzet Érdligeten, sőt egész Érden. A néhány előforduló kisebb súlyú bűncselekményen kívül egyéb bűncselekmény nem történt a település részen. Egyébként is Érd egész területén azt lehet mondani, hogy visszaszorulóban vannak a mindenkit erősen megrázó komolyabb bűncselekmények. Az elfogás, mint az egyik legjobb, hanem a legjobb megelőző rendőri munka meghozta a hatását. Tehát ugye a körzeti megbízott és elmondtam, illetőleg hát ott volt vendégül az ő közvetlen felettese, elmondta, hogy az a legjobb rendőri munka és a legjobb megelőzés, hogyha elfogják a bűnözőket és a bűnelkövetőket. Érdliget egyébként is, hála Istennek, eseménytelenül, rendőrségi szempontból eseménytelenül tengeti a napjait, hogy úgy mondjam, nincsenek, hála Istennek, komolyabb bűncselekmények. Az, hogy kocsma elől eltolnak egy biciklit, az nagyon kellemetlen a biciklit tulajdonosnak, de hát ezek régebben is voltak, most is vannak, arra kell törekedni, hogy a kocsma előtt jobban vigyázzunk a biciklinkre, vagy láncoljuk le, és természetesen a besúranó tolvajokra is fölhívta a figyelmet, hogyha kinhagyja valaki elérhető közelségben a kulcsát, és azzal megy be a betörő a házba, akkor nagyon kellemetlen meglepetéseket tud okozni. Tehát az emberi figyelmetlenség és felelőtlenség sajnos mindig alkalmat ad a bűnelkövetőknek arra, hogy meglovasítsanak kisebb-nagyobb értékeket, néha nagyobb értékeket is. Az ülésen az egyéb beszámolók mellett dr. Aracki András országgyűlési képviselő is tájékoztatást adott az elmúlt években végzett parlamenti munkájáról, különös tekintettel arról beszélt, amelyek a várost is érintik. A csatornázáson túl, amit a város vezetése azért elég bravúrosan indított el, és most onnan kezdem, hogy elindították, ugyanis azt lehet, hogy mindenki tudja, de azért el kell ismételni, hogy ez a csatorna projekt eredetileg a fővárossal közös projekt lett volna. 2002 és 2006 között úgy állapodott meg az akkori szocialista városvezetés, hogy közösen csináljuk a fővárossal. A fővárosban ebből a projektből egy kapavágás nem történt, és 2008-ra sikerült áthúznunk magunkat egy külön projektre, hogy el tudjuk indítani, és el tudjuk hozni ezt a 32 milliárd forintos Európai Uniós támogatást, amiből ez most már megvalósult, mondhatjuk így. Április ha végére mindenkinek rá kell kötni, április végétől a szennyvíz az nem a talajt vizet szennyezi, hanem méltó helyre kerül, és egy nagyon korszerű biológiai szennyvíztisztító keresztül a Duna fősodor vonalába kerülve egy tiszta, egészségesebb életű város kép alakulhat ki. Emellett azt azért láttuk, hogy főtér épült, egészségügyi intézmény teljes átalakítása megtörtént. Megtörtént egy iskolának az átalakítása és bővítése, uszoda, tanúszodának az építése. Tehát voltak olyan dolgok, amelyek mindezek pénzbe kerültek, és azért mindenki tudja, aki ismeri a város adottságait, hogy érnek a megyei jogú városokat, ha nézzük, az egyfőre jutó iparüzési adó ereje a legalacsonyabb. Emellett országos projektek voltak a tekintetben is, hogy a
tömegközlekedés, sőt, bocsánat, én ilyen régi vágású ember vagyok, a közösségi közlekedésnek a átszervezése, elsősorban a távolsági vonatközlekedésnek a átszervezése folytán. Én úgy látom, és hát én ugye nem nagyon járok vonattal, meg ilyen eszközökkel, de a lányom elmondása szerint, tehát Érdül olyan 20 perces időközön kér, bizonyos időszakban be lehet jutni Budapestre, tehát igen, jó várt, sikerült ezt az elővárosi közlekedést is alakítani, aminek része volt, ahogy itt elhangzott, a vasútállomás rendszernek az átalakítása és fejlesztése is, és korszerűsítése a pályának. A megbeszélésen az M7-es autópálya felhajtójának átalakításáról is szó volt. Gyakorlatilag elkezdődött a M7-es lejárójának az építése, mindenfajta engedélyt megkapott a kivitelező, és ez úgy lesz megoldva, hogy két helyen is föl lehet majd hajtani az M7-esre, tehát az egyik a szokásos felhajtó, amelyik hát nem olyan lesz, mint amilyen eddig volt, másik pedig Török-Bálinti úton is lesz egy felhajtási lehetőség Érd és Török-Bálint között. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon jó hírek, és azt gondolom, hogy a jövőben az érdieknek az életét nagyban fogják könnyíteni. A részönkormányzati ülésen a február 20-ai közgyűlés legfontosabb napirendi pontjairól is tárgyaltak a résztvevők. A rendőrség a járásokhoz igazodó fórumrendszert alakított ki azokkal az együttműködőkkel, akiknek közös érdeke a közbiztonság mind magasabb színvonalon történő fenntartása, és tenni is tudnak érte a maguk speciális eszközrendszerével, hangsúlyozta az ülésen dr. Mihály István. Pest megye rendőrfőkapitánya az ülésen az együttműködés eddigi eredményeit is értékelte. Elégedett vagyok, de sokkal fontosabb az a kérdés, hogy azok, akik a területen laknak, élnek, dolgoznak, ők elégedettek-e azzal a tevékenységgel, amelyet mi valamennyien produkálunk, akiknek felelőssége van a közbiztonsági viszonyok fenntartásában. A paletta nagyon széles. Nem szeretnék itt most kriminológiai elemzést tartani, de azért az köztudott, hogy a bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség több pilléren nyugszik, több tényező befolyásolja. Épp úgy társadalmi és gazdasági okai vannak, mint például a területen a műveltetés, a tanítatás, a tanulás, a foglalkoztatás, a gondoskodás és sok olyan összetevő, amely ezt befolyásolja. A rendőrség utolsó érvként avatkozik be a polgárok intim szférájába akkor, amikor a bűncselekmény megtörtént, bűncselekmény közeli állapot áll elő, vagy valamilyen olyan nem kívánatos jelenséget észlelünk, amely oda vezethet, hogy bűncselekmény történik. Tehát itt azért voltam egy kicsit ilyen kategorikus, mert a megelőzés, a megszakítás és a megtörtént bűncselekménynek a felderítése is beletartozik ezek közé, a dolgok közé. A megbeszélésen szó esett továbbá Pest megye speciális helyzetéről és az előforduló problémákról is. Természetesen mindemellett a rendőrfőkapitány értékelte Érd közbiztonsági helyzetének alakulását is. Az érdi rendőrkapitányság területén egy év viszonylatában mintegy 21,5%-kal csökkent a befejezett bűncselekményeknek a száma, amely nagyjából az országos átlagnak megfelel. Egy iciri-picirit marad el a megye 30,2%-os csökkenésétől. Ha jól belegondolunk, itt a számok mögé tekintünk, azért nagyjából Pest megyében egy év viszonylatában harmadával csökkentek a bűncselekmények. Ez különösebb kriminalisztikai előképzettség nélkül is bele lehet gondolni, hogy ez egy olyan nagy szám, amely Pest megye volumenjét tekintve 14 ezer bűncselekménnyel történt kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. A bűncselekmények mindig az a kiemelkedő, amely éppen azzal a sértettel történik, akinek az ügyében eljárunk, és mi ezt így tekintjük át. Nincsenek apró, nincs kicsi, és nincs nagy jelentőségű bűncselekmény. Ma Magyarországon a jogalkotás odáig haladt, hogy az úgynevezett bagatell bűncselekményektől kezdve a súlyos, életelleni bűncselekményekig minden egyes kihívásra választ tud adni a polgároknak. Bizonyára észrevették, hogy az
az utóbbi időben olyan dolgok is történnek ebben az országban bűnüldözés terén, ami azelőtt nem történt. A hatóság akkor is reagál, amikor néhány fahasábbal valaki ballag a vállán, és azt jogellenesen szerezte meg. Ezt ma már el tudjuk vinni a bíróságra, 3 napon belül, ha kell, és ítéletet fog kiszabni a bíróság. Ezek az apró cselekmények, a súlyos bűncselekményekre pedig komoly erőszpontosításra van lehetőségünk, figyelemmel arra, hogy az utóbbi időszakban nagyon komoly létszám és technikai fejlesztésben részesült a rendőrség. A járási közbiztonsági egyeztető fórum évente legalább egy alkalommal összeül, és megbeszélik az érintettek az esetleges problémákat és azok megoldási lehetőségeit. A lengyel kultúra népszerűsítése, a lengyel-magyar kapcsolatok ápolása a célunk, fogalmazott az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke. Hogy ennek a szándéknak mennyiben sikerült megfelelni tavaly, illetve mit tervez az Egyesület az idei évre, ez volt a témája a 10 esztendeje alakult civil szervezet szombat délutáni közgyűlésének. Múlt évi rendezvényeket összefoglaljuk, végig gondolja mindenki, hogy melyiken vett részt, melyiken nem, miért is nem vett részt, átgondoljuk, hogy van-e esetleg valami kommunikációs hiba, mert ugye általában interneten küldjük a meghívókat, illetve hát a programjainkat, van akinek nincs internetje, vagy nem e-mailezik, akkor a postával van, tehát így végig gondoljuk a működésünket, végig gondoljuk a következő évet, hogy mi lehetne javítani, milyen programokat kérünk, milyen utakat, kirándulásokat szervezünk, de hát az már gyakorlatilag összeállt, ilyenkor már a technikai dolgokról beszélünk. Az Egyesületnek jelenleg 60 tagja van, akinek a többsége magyar ember. Habár vannak köztük lengyel származásúak is, ez egyáltalán nem feltétel ahhoz, hogy valaki belépjen a szervezetbe. A lényeg, hogy érdeklődjön Lengyelország a lengyel kultúra iránt. Először nagyon sokan azért jönnek, mert jönnek velünk kirándulni. Tehát sokan szeretnek utazni, aránylag közel van Dél-Lengyelország, Dél-Kelet-Lengyelországban, ahova járunk, és így kapcsolódnak be aztán a programjainkba, és akkor megismerkednek dr. Kovács Istvánnal, történésszel, akkor Zsille Gáborral, jeles polonistákkal, akik magyarok, jeles lengyel személyiségekkel, volt nagykövetekkel, vagy a nagykövetség jelenlegi munkatársaival, olvasnak lengyel irodalmat, olvasnak a lengyel történelemről, földrajzról, és hát így alakul ki, ahogy minden. Van, akinek van egyébként olyan családi kötődése, ami már szinte a múltba vész, hogy csak a neve, hogy valami lengyel vonatkozás lehet a családban. De hát van, akinek a férje lengyel, van, akinek a felesége, az önmel, ez fordul elő egyébként, lengyel. Ezt tudom mondani. Az idei jubileumi év kapcsán Bazsóni Meggyes Klára nem csak az elmúlt egy, hanem az Egyesület elmúlt 10 évéről is beszélt. Mint mondta, alapvetően elégedett a szervezet eddigi tevékenységével. Azt gondolom, hogy a céljainknak megfelelően végeztük a programjainkat. Attól is függött nagyon sokszor a dolog, hogy pályázati pénzhez hogyan jutottunk, hiszen a tagdíjunk elég alacsony, és abból olyan sok mindent nem tudunk csinálni, de a város, a megyei jogú város önkormányzata támogat bennünket rendszeresen pályázatok révén, de más pályázataink is voltak. És hát ettől függően tudtuk a programokat gazdagabban vagy szegényesebben megcsinálni, de azért mindig, ha más nem, akkor batyus formában kerítettünk sort arra, hogy egy kis vendéglátás is legyen. Inkább a nagyobb gond az, hogyha hívunk valakit, akinek tiszteletdíjat kellene fizetni, akkor adódnak problémák. Az Egyesület elnöke az aktuális tervekről is beszélt. Elmondta, elsősorban szeretnék felfrissíteni és újra megjelentetni a szervezetről szóló kiadványukat, illetve promóciós anyagaikat. Emellett terveznek egy kiállítást az egyesületi kirándulások során összegyűlt emléktárgyakból is, és természetesen szeretnék, ha a szokásoknak mondható programok is folytatódnának. Várjuk Kovács Istvánt márciusban, aki Bem Józsefről jelentetett meg egy monográfiát, azt mutatjuk be. Szeretnénk a Magyarországon élő lengyelek történetéről hallani valamikor ősszel.
vagy a másik dolog, ami szintén a lengyel-magyar kapcsolatokhoz kötődik, a 1944-es varsói felkelésben magyarok is részt vettek, illetve a magyar katonák hogy viselkedtek akkor a lengyel, hiszen gyakorlatilag ellenséges oldalon álltunk. No, tehát ennek van a 70. évfordulója, ennek a varsói felkelésnek. Ezen kívül utakat szervezünk Magyarországra, a Dunakanyarba a lengyel emlékhelyeket keressük föl, Lengyelországban pedig a magyar emlékhelyeket. Szintén évfordulókhoz kötődően 100 éves az első világháború kitörésének az évfordulója, vagy 100 éve tört ki az első világháború, ennek kapcsán mondjuk már nem először, tehát nem csak az évforduló kapcsán megyünk Galíciának azon részére, ahol nagyon véres harcok folytak, Semislés környéke, most a gorlicei temetőbe szeretnénk, illetve a limanovai temetőbe elmenni, de hát megemlékezünk Balassiról is, ahogyan mindig ismert, hogy ezeken a területeken nagyon erős a balassi kultusz is, és egyáltalán a magyarok kultusza. Vas Tibor navigátormérnök, a Magyar Jacht Akadémia vezetője által 2000-ben szervezett Odysseus expedíció célja az volt, hogy hajózási szempontok alapján felépített hipotézis ellenőrzésével választ adjon a homéroszi földrajz több mint 2000 éve megválaszolatlan kérdésére, vagyis hogy merre járt Odysseus. A szakember hangsúlyozta, hogy a projekt egy kulturális misszió is egyben, amelynek a célja, hogy a fiatalok, elsősorban a középiskolások érdeklődését felkeltse az ókori történelem és irodalom iránt, ezáltal jobban megszeressék azokat. Ahogy alakul a tanterv, az iskolákban egyre kevesebb idő jut az ókorra, és akkor ez a projekt erről szólna, hogy megfogjuk őket. Ez több elemből áll ez a projekt. Onnan úgy kezdődött az egész, hogy van egy hajózási elméletem, és én tudom megmondani a világon azt, hogy merre járt Odysseus. Ő se tudta volna, hogyha megkérdezik tőlem, mert hiszen ott bolyongott 10 évig állítólag. De hát én viszont meg tudom mondani, hogy merre járt. Na most ennek az ellenőrzésére 2000-ben szerveztem egy expedíciót, amikor végighajóztuk Odysseus útvonalát, ellenőrizve, hogy jó-e az elmélet. Eltelt 10 év, 12 év, de minden évben megkerestek sok helyen, sok helyről baráti társaságok, iskolák, hogy meséljek erről az egészről, és az utolsó löketet, hogy projekt legyen belőle, az adta, hogy belekerült ez az egész történet a 9. osztályos történelem könyvbe, a Mozaik tankönyvkiadó 9. osztályos tankönyvébe. És akkor ott jó páran megint megkerestek, és átalakult ez az egész egy olyan tanulmányi versenyé, amit 2015-ben szeretnék meghirdetni, nem rosszul mondtam, 2014 őszén, ez év őszén kezdődött a tanulmányi verseny, csapatok vehetnek részt, középiskolás csapatok, és az első 3 helyezett 2015-ben eljöhet az Odysseus projekt expedícióra, amikor végigjárjuk az egész útvonalat velük. A végterméke ennek az egész projektnek az az lesz, hogy egy olyan tananyagot, segédletet, kiegészítő anyagot adjunk a középiskolai történelem és magyar tanárok kezébe, amivel meg tudják fogni a diákokat. Az Odüsszeia egy látszólag megfoghatatlan és meseelemekkel átszőtt hajóút leírása, de ha tengerészeti ismeretek birtokában újraolvassuk, akkor kellő szakértelemmel bizonyítható, egy már régen feltett kérdés, valóban megtörténhetett az utazás. Vas Tibor hangsúlyozta, hogy több tanulsággal is szolgál ez az expedíció, és maga Odysseus utazásai is. Az első nagy tanulság nekem az, hogy a hajózási szakközépiskolában találkozva Homérosszal, látszólag egy holt ismeretet kaptam, de eltelt 30 év, 35 év, és bejártam az útvonalát. Fogtam a középiskolában is használt kötelező olvasmányt, és mint egy ilyen útleírást, mint egy ilyen, úgy hívják a tengerészekhez, hogy pilotkönyv, ilyen révkalauszkönyv, az alapján kerestük Odysseust. Folyamatosan fejlődik, most már látok bizonyos problémákat, amiket kutatni kell, tehát ezen dolgozok idestova 14 éve folyamatosan, mindig egy kicsit csiszolgatok rajta. Az előadás a fiatal és az idősebb korosztály számára is sok érdekességet tartogatott.
Az érdi panorámát látták, adásunkat megnézhetik a www.értiradó.hu internetes oldalon, és köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!